A teljesen felállványozott mauzóleum képe fogadja a bonyhádiakat. Az 1905 és 7 között épült temetkezési hely teljes rekonstrukcióját hajtják végre a város megbízásából és a kormányzat támogatásával. Az épület közel 120 év alatt rengeteget rongálódott. Körben minden nyílást ólomüveg ablakok díszítettek, aminek a felújítás kezdetén már csak a töredékeit találtuk meg. A díszítő festés, ami bent egy nagyon szép, sokszínű belsőt fog mutatni majd, az pedig teljesen lekopott, és a korábbi beázások miatt szintén csak darabokban volt rekonstruálható már a mintázat. Bár kőhatásúnak tűnik, az épület külső felét zsolnai pirogránit fedi, amit szintén nem kímélt az idő. A különleges borítás miatt pedig ennek helyreállítása is hosszadalmas és precíz munkát igényel. A beruházásra 198 millió forint kormányzati támogatást kapott a város, amiből nem csak az ikonikus mauzóleumot restaurálják, de rendbe teszik a környezetét és a körülötte elhelyezkedő 9 perccel sírt is felújítják. A tájidegen alászorult, előregedett fákat, faállományt ki kell vágni, a helyére pótlásokat kell elvégezni, és a terepet úgy kell kialakítani, hogy az épület bemutatható legyen. Tehát az önkormányzat azt tervezi, hogy egy tanúsvényként a perccel emlékhelyeket összefűzi, ez egyik kiemelt állomás lesz. Biztosítani kell, hogy az érdeklődők, a kirándulók, a diákok, a turisták, azok szárazlábbal tudjanak a parkon átkelni. A műemléképület eredeti szépségét várhatóan nyár elejére állítják vissza a szakemberek.